Köszöntöm a SpaceBridge nézőit. Ahogy a címből is kiderül, Lifeline is megkapta a saját matricás kitét, de nem azért, mert annyira szeretem ezt a figurát, szimplán csak abból az egyszerű okból, hogy a racsnihoz rendelt matricás szethez az övét is adták. De az, ha már így alakult, természetesen Lifeline-t is felmatricáztam, és örömmel mutatom meg nektek, mert úgy gondolom, hogy abszolút az előnyére vált ennek a figurának. Úgyhogy akkor nyissuk is az űrhidat, és nézzük meg, hogy mit mutat. És itt is van, hát az a helyzet, hogy ettől a szettől nem szerettem meg jobban ezt a figurát, de hogy értani nem ártott neki, az biztos. Na mindegy, nézzük meg közelebbről, nézzük meg alaposabban, mi változott, és akkor ti is eldönthetitek, hogy megérte vagy sem. Tehát ami egyből szembetűnő a motorháztetőn, ezek a szellőzők, amik euh, nagyon jók lettek, szerintem rajta méretben is tökéletesen passzolnak, és kicsit feldobják ezt az egyszínű elejét, már mondjuk még mindig jobb, mint Arszina gyárilag. Na mindegy, akkor a szélvédő. Azt szerintem megint csak jól sikerült, ugye, mert egy átlátszó üveg volt az egész, ezzel a kékessel meg, megint csak kapott egy plusz szint, és kapta még a motorháztetőre ide ezt a két, ebbe a két bevágásba, ezt a két kis sötét zöld csíkot. Ami azt mondom, hogy ártani nem ártott neki. Hát ami a legjobban tetszik, az viszont a belseje. Ezzel, vagyis mondjam, voltam már talán a legtovább is. Ide volt a legnehezebb felragasztani. Ugye itt a műszerfalra, illetve az anyósülés elé kapott egy ilyen kis kék monitort. Erre a szürke panelra. Ez, ez, mindenképpen az, hogy már nem olyan egyszínű. És kapott egy ilyen barna Padlólemezt, ugye ez zöld színű volt, hát megint csak egy igényességén úgy gondolom. És a ülések alja, az pedig szintén zöld volt, és ide mind a kettőre kapott egy ilyen kis, nagyon vékony kis szürke csíkot, hogy egyszínű legyen az üléssel, tehát hogy, hogy ez ne egy padló, ne egy zöld színű legyen. Továbbá, ide a hátfalára, a sofőrfülke mögé kellett még ezt a három kék matricát felragasztani, ahhoz, hogy szintén ne abba a zöld színbe pompázzon, mint a kasztinak úgymond a 70%-a. És a hátsó szárnynak, vagyis a hátsó a tövébe kapott egy ilyen kis kéket. Na, ez annyira nem, nem hiányzott rá, de végül is ártani nem ártott neki. Én úgy gondolom, hogy nem mutat vele rosszul. Na most, ami nagyon tetszik, viszont, hogy a lámpákat. Erre tényleg szükség volt, én úgy gondolom, hogy a lámpára is készítettek matricás szettet. Köszönjük a Toyhexnek. Egy lámpa az kettő darab matricából áll össze, és így van közt egy ilyen kis fehér csík, egy ilyen kis fehér vágás, hogy mégse egy háromszög legyen az egész, hanem itt is azért ügyeltek a dizájnra. Ez mind a két lámpára igaz. Nos, oldalról nézve, hát itt mondjuk annyira nem vitték túlzásba, nem is baj feltétlenül, de kapta ezeket a kék kis sárvédő évre ezeket a kék kis csíkokat, illetve ezt a fehér küszöbb csíkot, ami mondjuk nekem annyira nem tetszik így a megvalósításban, mert nem teljesen összefüggő, de ez igazából azért is van, mert a figurának se teljesen összefüggőek az illesztései. Minden esetre az oldalára ennyi jutott. Tehát ezek a kékek, és ez a fehér csík. És akkor, hát a másik oldal az értelemszerűen ugyanaz. És akkor a hátulja, hát itt ami felületet lehetett matricázni, azt én úgy gondolom, hogy felmatricáztam, tehát arra gyártott a Toyhex matricát. Tehát kapta ezt a két hátsó lámpát, hogy mégiscsak legyen neki. Tehát, ugye ennek nagy üreg az egész hátul ennek a Transformersnek, tehát igazából nem volt nekik sok lehetőségük. Gondolom ezért kapta ide középre a rendszámtáblát is. Ugye többféle rendszám közül lehetett választani, mindjárt megmutatom a sallangot, ami megmaradt, ugye ez a Paradron, Paradron, ez volt nekem a legszimpatikusabb, ezért választottam ezt, illetve még ide ezt a két fehér kis keretet, amit ügyesen kellett fölragasztani, mert ezeken a zöld kiállásokon, ezek a rögzítő kiállásokon keresztül kellett vezetni, tehát ez teljesen körbe őket, ez a fehér matrica, és hát ugye nyilván kellett rá ügyelnem, hogy ne tapadjon rá erre a zöld kiállást, amit közben ráhelyeztem. Szerintem jármű módba ennyi is, ami neki jutott. Akkor egy pillanatra a sallangot megmutatom nektek. Hát most tartozok nektek egy olyan ö, vallomással, hogy igazából ő neki a maticás ahogy hogy mondtam az előbb is, egybe volt racsittal. És Racsitnál azért nem mutattam meg a sallangot, mert nem akartam előre lelőni, hogy lesz egy videóm lifeline-ról is. De hát ezek maradtak. E, tehát ez nem csak az övé, hanem rac is. Ugye látjátok, ebből mindent használtam. Aztán volt még neki, ezen csak kizárólag a szélvédője volt, és ezen voltak pedig ezek a fehér csíkok, amik az oldalán vannak nekem, mert a sárvédő íve gyakorlatilag, és a sár, eh, küszöbb spoilerem vannak fehér csíkok neki. Ez maradt, és akkor ez meg, ami racsnival közös matricás szettjük volt. Hát eh, látjátok, hogy autóbotja el is maradt, megint csak adtak gazdagon. Illetve itt vannak a fel nem használt rendszámtábla lehetőségek még ezek mentek volna Lifeline-ra. És ez megint csak az ő része. Na ez is a már racsitra lett volna, mint lehetőség. Még hozzá ide, amit én mondtam nektek, hogy a New York feliratot választottam. Ide lehetett volna még a következő államokat, hát Portland, Autobot City, egyértelmű, hogy nem, tehát nyilván nem akarom lelepezni az egyik kedvenc alakváltómat, hogy ő alakváltó, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hát ez a Catham, ugye C betű, de igazából szerintem ez egy ilyen poén, tehát egy olyan, hogy Gotham is lehetne, hogyha ez egy G betű lenne. Na, mindegy, tehát nem biztos, hogy ők erre szentek, lehet, hogy csak én gondolom bele, ugye Tokió, Toronto és Lima. Hát értelemszerű, akkor New Yorkot választottam, mert szerintem az van a legközelebb a transformereknek a mozgás teréhez, illetve itt volt még neki alternatív rendszámtáblák, de ezek aztán meg annyira mindegy, hogy szinte ki lehet betűzni annyira picik. Jó, tehát ennyi volt a sallang. Akkor most nézzük meg Lifeline-t. Összehasonlítva más alakváltókkal, akik szintén megkapták tőlem korábban a Toyhexes hexes matricás szettet itt lenne akkor csatár, ugye a siege csatár, amit már korábban bemutattam nektek, nagyon szép lett ugye ennek a matricás szettje, azért is választottam most is őt, ők így mutatnak együtt, Már ugye ő most már egy földi jármű, ez meg még mindig egy ilyen Cybertroni vagy Paradoni bolygóról való jármű. Aztán korábbi videómból Jazz, Ugye ő a te a Shield szériából van. Hát jó, mondjuk ő relatív nagy hozzá képes talán egy picit. És akkor, ahogy a Paradon set kinézett, racsittal, na így mutatnak ők teljesbe, hozzájuk kaptam meg, a, vagy vettem meg ugye a Toyhex-es matricás szettet, és gyakorlatilag 16 dollárért, 15 dollárért ö, kaptam meg a két figurára ezt a mennyiségű matricát, ugye, amit az előbb megmutattam nektek, ami nem kevés, én úgy gondolom. Tehát ők meg így mutatnak végeredménybe együtt. Hát ö, igen, annyi még, hogy rasni annyit változott, hogy ide még találtam neki egy-két matricát, amit alkalmasnak találtam a hátuljára felragasztani, és akkor ugye a lámpái is. Kilettek neki matricázva. Tehát nyilván ezt már nem akartam egy külön videóba bemutatni. Jó, akkor nézzük meg átalakítva is, hogy mégis mit mutat ez a lány. És akkor kész is lenne, mármint hogy robotmódba átalakítva. Nézzük is meg, mi változott rajta. Hát egyrészt, ugye általában fejjel szoktam kezdeni, tehát ezt a szokásomat most is tartva, a homlokára kapott, lifeline, egy ilyen kis zöld csíkot ide a két szemek közé, fölülre, illetve még a sisakra is egy ilyen zöld, fehér matricát kapott, ezzel megint csak színesebbé tették a karaktert, én úgy gondolom, a vállán található ilyen szegecs csavarokat szintén elfették ilyen méregzöldes pöttyel, vagy ilyen sötétebb zöldes, olyan, mint ami a homlokán is van. Na, apróság, de egyébként valakinek számít szerintem ez is és a könyökére, illetve a könyökén található egy ilyen nyug, és ide is kapott egy ilyen kék matricát, az alkarjára pedig szintén egy kék csíkot, illetve egy ilyen sárga nyilat kapott még. Tovább nézve, akkor a hasára, ö, csak valamiért nem találja, na, tehát a hasára kapott egy kék matricát, amilyen kis fekete apró kis csíkokkal van díszítve, illetve a ágyékához kapott egy ilyen sötétek, egy ilyen sötét -zöldes matricát, mint a többi sötét zöldes matrica figurán. Nos, hát ez mondjuk ez egy szintén egy kisebb kihívás volt ide a combjára ráéleszteni neki, ezt a matricát, azért, mert ugye ez a két kis fehér kivágásnak meg kellett lennie, tehát pont oda kellett illeszteni. Én egy, egy millimétert, millimétert, egy mikrométer se lehetett vele téveszteni, tehát annyira ide van szabva ez a matrica, de végeredményben ez is jó lett, mert nem tiszta fehér neki a combja. Ez ugye mind a két oldalt megtalálható, illetve akkor már itt a lábán elől, ez a két zöld, és még a lábfején is cipője órán. Amit hiányolok, a, ami nem ártott volna neki, úgy gondolom, hogy ha a pisztolyára is ö, kap egy-két matricát, tehát ö, persze én is befestetném nyilván, de hát azzal teljesen tönkre is tenném a figurát, tehát onnantól kezdve, még a matricákat könnyedén le lehet távolítani egy figuráról, addig a festék az már nem biztos, hogy nyom nélkül ö, eltűnik. Hát ugye a hátán az értelmeszerűen azt már bemutattam, ami volt rajta automódban, így, robot módon pedig nagyon nincs neki szerepe. ő ilyen lett. Én úgy gondolom, hogy elég igényes, de hasonlítsuk össze őt, akkor a többiekkel is, vagyis nézzük meg legalább mit mutatnak. Jazzel. Így mutat a két fölmatricázott es házbrós Transformers figura. És csatárral pedig ezt mutatják együtt. Ugye ő neki a Matrix Workshop-os fegyverkit van azzal látható. És akkor van. És ezzel kész is ez a készlet, ez a duo set. Azt hiszem, hogy már erre nagyon többet nem fogok költeni, tehát hogy ez a két karakter meglegyen. Ugye nyilván ebben rasni volt a lényeg számomra. De Lifeline se néz ki rosszul, és ahogy mondtam a Lifeline-os videóban, legalább egy medikkel több. Na, akkor összegezzük. Összességében nézve az acélfejhez, jár, acélfejhez rendelt Toyhex-es matricás set 10 dollárba került. A Paradrom matricás set, amit ugye rasni miatt vettem meg, az 15 dollárba Miután racsnira és acélfejre nagyjából ugyanannyi matrica került, az ez azt jelenti, hogy ö, 10 dollárért kaptam racsnira a matricákat, lifeline-ra pedig 5 dollárért. Ami napi árfolyamon nézve kb. 1500 forint. Hát szerintem ez, össze, össze, ez nem összeg az ezekért a matricákért, tehát mit lehet ma már kapni 1500 forintért, ezt ti is nagyjából tudjátok. Öh, választás nincs, hogyha rastit megveszitek, akkor öh, úgyis megkapjátok Lifeline-t, és hogyha megveszitek a Rasnit a matricás szettet, akkor pedig megkapjátok Lifeline-hoz is a matricás szettet. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ezzel a végére értünk. Ha tetszett, jutalmazzátok egy lájkal, like megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és ha meg szeretnétek nézni a csatorna Instagramját, akkor klikkeljetek a linkre a leírásba a videó alatt. Köszönöm, szervusztok!